Hajlító szilárdságon azt az ellenállást értjük, amelyet az alátámasztott faanyag kifejt a hoztengelyére merőlegesen ható hajlítóerővel szemben. A statikus hajlító vizsgálatokhoz használt próbatestek alakja négyzetes keresztmetszetű hasáb, amelynek a keresztmetszeti éle 20 mm, és teljes hosszúsága a keresztmetszeti él 15-szöröse. Az alátámasztási köz a próbatest magasságának 12-szerese. A próbatest keresztmetszeti méreteit a hosszúság felező vonalában 0,1 mm pontossággal lemérjük, szélességét húr, magasságát sugárirányban. A próbatestet úgy helyezzük el, hogy a terhelő erő a sugárirányú felületet érje. A próbatest terhelését egyenletesen emelkedő terheléssel végezzük a tönkremenetel bekövetkeztéig. A terhelési sebességet úgy választjuk meg, hogy a tönkremenetel fél és másfél perc között következzék be. A feszültség alakváltozás diagramon jól látható egy nagyobb, illetve egy kisebb szilárdságú faanyag jelleggörbélyek közti különbség. A tönkremenetel az alsó, húzott oldali törés miatt következik be. A vizsgálatok végeztével a próbatestek tömegét 0,1 g pontossággal lemérjük, majd szárítószekrényben abszolút száraz állapotra szárítjuk azért, hogy az újabb tömegmérést követően nedvességtartalmukat meghatározhassuk. Amennyiben a nedvességtartalom a légszáraz állapottól eltér, a hajlítószilárdsági értéket a tényleges nedvességtartalomról át kell számítani 12%-os nedvességtartalmú faanyagra.